Pár évvel ezelőtt megkezdtük az MNDC Centernek a felállítását. Maga az ötlet, és addig, hogy eljutottunk idáig, hogy a műveleti képességet ellenőrizzük, 5-6 évben tellett. Én azt gondolom, hogy ez nagyon gyors, ugyanakkor egy megalapozott szakmai munka előzte meg. Nagyon fontos volt a horvát fél támogatása, a szlovák partnerek csatlakozása, és a többi nemzetnek a csatlakozása, mint Törökország, Spanyolország és a számos más nemzet. Mit tudunk ezzel elérni? Egyrészt demonstráltuk, hogy hadosztályszintű képességhez megfelelő törzsztisztjeink vannak. A Magyar Honvédség együtt a partnerekkel, az alapítókkal képes felépíteni, üzemeltetni, működtetni egy olyan parancsnokságot, amely most több mint fontos. Mondhatnám, hogy előre láttuk a jövőt, hiszen egy orosz-ukrán háború zajlik a szomszédunkban, és korábban a NATO-nak nem volt ebben a térségben hadosztályszintű vezetési eleme. Nagy kihívásokkal küzdenek, hiszen a háború miatt olyan tervezési folyamatok zajlanak, amik korábban nem voltak. Sem a Magyar Honvédség, sem a NATO történetében. Ma azt látjuk, hogy a felkészült katonáink megfelelő parancsnoki állománnyal együtt készen állnak arra, hogy ezt a hadosztály szintű parancsnokságot eljutassák a teljes műveleti készenletig, amelynek a kitűzött határideje ez év vége.